A cukorbetegség kapcsán élesen el kell különíteni az egyes és a kettes típusú cukorbetegséget. A betegség előfordulása a 6 év alatti korosztályban aránytalan mértékben megnőtt, tájékoztatott dr. Kántor Irén gyermekorvos. Ahhoz, hogy az érintett gyermekek teljes életet élhessenek, fontos a megfelelő terápia és a tünetek időben történő felismerése. A cukorbetegségnek 3 vezető tünete van, sokat iszik, sokat pisil, fogy. Köznyelven ezt így lehetne legjobban megfogalmazni. Hát ki mikor veszi észre ezeket a markáns tüneteket, hogy sokat iszik, sokat pisil a gyermek, az egy nyári időszakban nem mindig feltűnő, de akár pici gyerekkorban, akár csecsemőkorban is ez lehet a nyugtalanságnak a hátterében, hogyha egy akár kisiskolás, óvodáska is nagyon sokat iszik, nagyon sokat pisil. Akkor szokott ez nagyon markáns lenni, ez a tünet, amikor egy addig éjszakai bevizeléstől mentes, éjszaka már nem bepisilős gyermek hirtelen megint elkezd bepisilni, akkor érdemes erre gondolni. A szakember elmondta, hogy az egyes típusú cukorbetegségnek a mai tudásunk szerint egyelőre nincs más kezelési alternatívája, csak az inzulin. Az inzulint jelenleg kizárólag tűvel tudjuk bevinni a szervezetbe. Fontos, hogy a kisgyermekek esetében ezt a lehető legkevesebb fájdalom okozásával tegyük meg. Ez történhet naponta többszöri szúrással, inzulinadagoló tollal, illetve a másik megoldás az inzulinpumpa. Az inzulinpumpa az technológiailag sokkal kifinomultabb kezelési módszer, és a vércukornak a kezelését is sokkal pontosabban lehet ezzel irányítani. Nem csak azért, mert hogy az inzulinpumpa nagyon kicsike mennyiségeket képes adni, míg a legkisebb toll is csak legfeljebb 0,5 egység inzulint tud beadni, addig az inzulinpumpával 0,025 egységet is be tudunk adni, és például egy 10 kilós, másfél éves gyereknek néha csak ennyi inzulinra van szüksége. Úgyhogy az egészen kicsike gyerekeknél, ha igazán jól akarjuk kezelni őket, akkor nem is nagyon van más kezelési lehetőségünk. Az inzulinpumpa további előnye, hogy hozzá lehet kapcsolni egy vércukormérő szenzort. A kapott adatokat figyelemmel kísérhetjük az okostelefonunkon vagy az okosóránkon. Mivel az inzulint nagyon pontosan kell adagolni, így ezáltal gyorsan tudunk reagálni arra, hogy mikor etessük a gyermeket, illetve hogy mennyi inzulint adjunk neki.